Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencut és Do It Yourself, és emlékeztek, hogy nem is olyan régen, egy hónapig a heggesztéssel foglalkoztunk, de most mégis egy picit visszakanyarodunk, és egy más aspektusból vizsgáljuk meg ezt az egészet. Mi lesz ma? Hát kérem szépen, ma a bevont elektródás heggesztésről lesz szó, van, aki MMA heggesztésnek ismer. És a videó végén az is ki fog derülni, hogy hogyan nyerhetitek meg ezt a gépet. Ahogy az előbb is mondtam, többször foglalkoztunk már a heggesztéssel, és az elméletét is átbeszéltük, de ismételjük át akkor még egyszer, hogy hogyan is működik maga az MMA heggesztés. Igazából a heggesztések közül a legegyszerűbb módszer ez a heggesztés, hiszen nem igényel semmilyen egyéb dolgot azon kívül, hogy van nekünk heggesztő elektródánk és maga a készülék. Ezzel tökéletes heggesztéseket tudunk végezni, miután a heggesztések alapvetése is a legfontosabb, hogy a felizzott fém összeolvadjon, amit csak akkor tudunk megtenni, ha egy védőgáz felhőbe burkoljuk. Ezt maga az MMA heggesztés úgy oldja meg, hogy egy bevonatot adnak a pálcára, amely képez egyfajta gázfelhőt, és ebben végezhető el a heggesztés, amely később salakanyagként ott marad, és azt persze le is kell kopácsolnunk. Na de most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan is működik ez a dolog, nézzük meg, hogy mit kapunk a csomagban, és mi az a semmi, amit az előbb emlegettél, hogy nem kell hozzá semmi. Nos, ami a csomagban van, ugye az maga a gép, mellette megtaláljuk, amivel az elektródát, vagy magát a pálcát meg tudjuk fogni, azt a kábelt, találunk egy testkábelt, találunk egy tisztítót, illetve találunk ugye egy ilyen kis kezdetleges pajzsot, amivel már el tudjuk kezdeni a heggesztésünket. De milyen állítási lehetőségeink vannak, mi mindent kell beállítanunk? Hát ez az a készülék, amin szinte semmit, egyetlen egy tekerőt találunk rajta. Ez egy tekerő potméter, persze ő ki is jelzi, hogy hány amperre állítottuk, és ezzel igazából befejeztük az állítás lehetőségét. Természetesen találunk egy kis táblázatot, hogy milyen vastag elektródát, mekkora áramerősséggel érdemes használnunk, és persze ez magában rejti a lehetőségét annak, hogy minél vastagabb elektróda, ugye annál vastagabb anyag heggesztéséhez való. Természetesen annyit kell, hogy tudjunk róla, hogy maga ez az amper, amit a készülék kiad magából, ez arra való, hogy az anyagot fölmelegítse, fölizzítsa, és minél nagyobb amperrel dolgozunk, annál vastagabb anyagot tudunk fölizzítani. Röviden, talán ennyi a magyarázat erre. És ugye ezzel a géppel nem csak MMA heggesztést tudunk elvégezni, hanem pici átalakítással, akár avival is heggeszthetünk, illetve akár 180 ampert is ki tudunk belőle sajtolni, nem csak viccből van odaírva a potméterre. És akkor térjünk vissza egy picit a realitás talajára, miért is jó nekünk az MMA, és miért kellene pont ezt használnunk. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy még a védőgázas heggesztéseknél, tehát mint a CO például, ugye, hogyha például megpróbálunk kint heggeszteni, akkor ott kerülhetünk problémába egy-egy szélfúvással és bármi mással, de mivel itt magával, az elektródával együtt képezzük ezt a kis burkot, amiről már beszéltél, így ilyen probléma nem fordulhat elő. Igen, és hát nem mellesleg azért a méretéből adódóan egy nagyon könnyű kis készülékről van szó. Ezt a vállunkra akaszthatjuk, akár létre tetején tudunk vele heggeszteni, és ez sokszor barkácsolásnál bizony nagyon nagy előny. És ne felejtsük el, hogy mivel egy elektronikus készülékről van szó, olyan rejtett funkciókat is tartalmaz, amely segíti a heggesztést, és gondolok itt arra, hogy nagyon könnyű például ívet fogni vele. Igen, hát ugye az első kezdő problémája az, hogy amikor először ívet fognak, akkor jól odalagad a pálca, aztán már nem is tudunk vele mit csinálni, de erre van egy beépített funkció, amit egy hot start funkciónak neveznek, ami annyit tud, és annyit csinál meg nekünk, hogy segít ívet fogni, és sokkal egyszerűbben tudunk vele utána heggeszteni, ez kezdőknek nagyon előnyös egyébként, illetve ehhez még hozzá csatolnak egy olyan funkciót, ami egyenletesen tartja a leadott áramot, és tulajdonképpen végig egy egyenletes heggesztést fogunk kapni. Igen, beszéltünk már arról régebbi heggesztő készülékek bemutatása során, hogy a hálózati feszültség ingadozása elkerülhetetlen, hiszen olyan ampereket tudunk itt előállítani, amely mindenképpen megviseli a hálózati feszültséget, na de hogy ezt kompenzálja, ebben szintén található egy ilyen elektronika. És ugye arról még nem is beszéltünk, hogy ha heggesztőgépet használunk, azért fontos az, hogy valahol szervizeltetni is tudjuk, mert alapvetően nem olcsó gépekről van legtöbb esetben szó. Ennek a gépnek egy nagyszerű szerviz háttere van, ahol profik tudják ezt javítani, és az eddigi egy év garancia helyett most már kettő is van rá. Ami azt jelenti, hogy nem kell, hogy javítsák.
És még egy fontos dolog, kezdőként rövidebb varratokat készítsünk, el kell távolítsuk a salakot, és vigyázzunk, nehogy átolvasszuk a fémet. Egyetlen dolgunk van már, csak a videó elején megígértük, hogy elmondjuk, hogyan nyerhetitek meg ezt a gépet, amit egyébként a Zákány Szerszámháztól kaptunk, és ők fogják nektek kisorsolni. Mit is kell tennünk ezért? Első lépés, hogy a videó alatti linkre kell kattintani. Ott be tudtok lépni a Zákány Szerszámház szerszámklubjába december 31-ig, és ha ezt megtettétek, akkor január 4-én fognak sorsolni a saját Facebook oldalukon, és ott fog kiderülni, hogy ki nyerte meg ezt a gépet. Persze addig ne felejtsetek el böngészni a Szerszámáruház weboldalán, hiszen rengeteg dolog van, ami a barkácsolóknak mindennapos szükséglet. Úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, reméljük, hogy tetszett, ne felejtsetek el regisztrálni, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!